Na jó napot kívánok! A helyzet az, hogy mentem volna horgászni, aztán meg se nyeffent a önindító. Itt látható, hogy 3 amperral tölt. Ez egy ilyen világvége biztos akkumulátortöltő, a legegyszerűbb, de egyben a legjobb is. Az akkumulátor pedig, ugye a Suzuki-ban 44 amperórás való, ugyanaz a méret, de 54 amperórás van benne. Hát érdemes egyel nagyobbat beletenni, mint a gyári, ami való bele, mert meg fogja hálálni. Hát minden télen egyszer rá kell tölteni, és akkor fogja bírni. Egyébként az is számít, hogy itt van például egy ezüstlemez, ezt ráteszem ugye a akkumulátorra, mert a akusarú nem teljesen fogja be, hát ugye ez Suzuki, gondolom, hogy méretváltozás volt, illetve már kisebb méretűek ezek, és ezüstlemezzel van kipótolva, illetve jobb az érintkezés az ezüst miatt, jobban vezeti ugye a áramot. Hát itt látható, 3 amperrel tölt, tehát egy 12 óra hosszát töltöm, és akkor jó lesz. Tehát érdemes, a lényeg a videónak az, hogy érdemes 54 amperórásat venni, nem pedig 44-et, és ugye a mérete meg azt hiszem 1 centivel magasabb, így a kaloda még befogja az aksit, tehát gyakorlatilag ez ilyen trükk. Hogyha már aksit veszünk, akkor egyel nagyobbat vegyünk. Érdemes azt a 2000 forintot rászánni, vagy 1500, amivel drágább ez. Nem jobb minőségű, csak erősebb, nagyobb. Tehát én ezt tapasztaltam, most 2 éves az akkumulátor. Hát ilyen hidegben bizony az olaj is egy kicsit sűrűbb és nehezebben forgatja az önindító, mire fölkapja az olajat, az is gátolja, tehát érdemes a nagyobb aksit venni. Ez ennek a videónak az apropója, és körülbelül 12 óra hossz alatt föl is fogja tölteni. Itt a kis 10-es kulcs, ez van az akkusarúhoz, úgyhogy nem rohanunk egyből szervízbe, hanem megtöltjük ilyen hidegbe. Hát aki ugye dolgozni jár, az egy napot nem kocsival megy, és akkor ilyen hidegben nem fogja meglepetés érni. Nem gondoltam, hogy ma kisüt a nap. Fölkerült az úszós csukázó videó. Igaz, hogy csuka nincs rajta, de többen mondták, mindegy, csak csináljam meg az úszós csukázást. Én hogy csinálom? Hát én így sétáltatom a úszót. Jobb oldali bot pedig trágyagilisztával van betéve. trágyagiliszta.hu Facebook oldalon rendeltem 500-at. Az még idére elég lesz, menj halazni is mindenre. Nagyon szép naplemente. Nagyon szép. Úgyhogy még ez a videó akkor is fölkerül, ha nem fogok halat. Olyan szépek a fények. Nagyon jó taktika, hogyha fotóztok. Nem vagyok fotós, de mindjárt megmutatom, hogy szoktam fotózni, hogyha ilyen szépen süt a nap. Kifigyelem, hogy hol süt félig, és akkor jók lesznek a fények. Biztos, hogy fény lesz, ha szembesüt a nap. Ilyenkor szoktam lőni egy fotót,
Fölteszem esetleg. Így a fák közt szűrődő fény. Fáknak. Árnyékot ad. Illetve a kontúrjukat jobban kihozza. Ugye látszik is, hogy hát gyönyörű. Kis hal meg ott vered fönt. Még annyi dolgom van, hogy a sneciknek új vizet adjak. Meg le kell őket takarni, mert a vízipatkány elveszi. Egyszer találtam kis halas vödörbe vízipatkányt. Hát pont akkora volt a víz magassága, hogy belemenni bele tudott kíváncsiskodni, de kimászni már nem tudott. Úgyhogy ott fulladt meg a vödörbe. Na, most süt jól a nap, majd mindjárt lövünk még egy fotót. Úgyhogy így ilyenkor ja, vagyok már Instagramra, ki se tudom mondani, de vagyok. Úgyhogy ki kell figyelni, hogy mikor így olyan kontúrja lesz a fáknak. Nem jó, most még jobban süt. Így, ha így fotóztok. Hogy csak na. Illetve a kontraszt is jó lesz. Na, most már horgászunk is. Ne csak fotózzunk. Hát olyan szép ilyenkor a naplemente, meg most már elállt az eső. Úgyhogy nem a napközbeni úszós, csukázó videó lesz föltéve, hanem ez a gyönyörű, szép naplementés. Egyébként volt egy csukakapásom, vagy azt mondja itt a idősebb horgász, hogy sügér is oda csapám neki. Ilyen nagyobb 30-40 dekás sügér meglöki, megzavarja a kis halat. Ugye ott látszik, hogy veret a kis hal. Meglöki, megzavarja, bántja a kis halat. Nem biztos, hogy csuka. Fognyomot nem találtam rajta, ugye volt egy jó kapásom. Fognyomot nem találtam rajta. Hát nem csuka volt. Két keszeket sikerült zsákmányolni. Mind a kettőről van felvétel szerencsére. Az egyiket a nádpecával, a másikat pedig fenekezővel. Most azért már fenekezőt tettem be, hát hogyha így naplementekor esetleg beugrik egy ponty vagy egy harcsa. Már egész nap folyamatosan etetve volt a hely. Itt is van az anyag. Busázó kulkárpomban, azzal dobáltam ide a bokorba, hogy megtartsa a bokor az etetőanyagot. Ennyi kis kulisszatitok, tehát nem csak úgy leültem, hogy na majd itt a bokor mögött majd én fogok, hanem bizony az a 3-4-5 gombócot dobtam. Tehát számít. Most még a videót megkoronázná ez a gyönyörű szép naplementébe. Egy jó kis kapás. De ez a videó a tagoknak már mindenféleképpen föl lesz téve. Én ilyenkor ugye, mikor befejezem a horgászatot, van, hogy éjfélig is csinálom a stúdió munkát, hogyha egy napot forgatok. Tehát lehet, hogy 11-kor lesz kitéve. Tehát ilyen cinkék is seregnek. Ilyen csodálatos naplemente az. Az szép. Egyébként direkt nincs hangos beszéd, nem csak azért, mert horgászok, hanem
direkt nem kiabálok, meg misítozok a videóba, hogy nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy alszanak a videón, tehát nézi, azt elalszik. Tényleg nem hűrök. Ott veretek is, hall nekem a felszínen, nem baj az. Csak meg legyen a rablásról is a felvétel, azért megy folyamatosan a kamera, hogy rácsap esetleg egy csuka. Wolfram előke van fönt. A másikon meg fluorokarbon. Pici horoggal, giliszta csokorral. Úgyhogy bármikor beugorhat egy harcsa, bucó, bagolykeszek, ponty, bármi. Süllő is megfogja a gilisztát esetleg. Majd halszelettel is megpróbáljuk. Kicsit később. Hát halsz. Az jó lenne. De egyelőre a giliszta van benn. Abból kiindulva, hogy a két bagolykeszeget azzal fogtam. Illetve abból a megfontolásból. Egyenesedett a sárga zsinóra jobb oldalin. Le is googoltam hozzá. Hát a vízáram is meg tudja úgy hirtelen mozdítani a zsinót, hogy nem biztos, hogy kapás. Meg a szél is. Ahol az úszunk? Ha maradtunk a kapásról, az jó lenne. Csak besétált a stég elé, csinált ma olyat. Na, befújta a szél. Nagyon nyugodtan van az úszó, nem is feszül, ha kijött, kicsit megpiszkálom neki, hát ha csuka van rajta, annak számít, de csak behúzódott a bagolykeszeg a stég elé. Nem baj, ott jönnek alatt a csukák. Meg minden.